Ferdinándi György, a Portorikói Egyetemen irodalomtanár, nemrégiben Londonban járt, de nem mint az irodalom tudósa, hanem mint alkotója, mint magyar író a londoni Szepsi Csombor körben rendezett szerzői estjén. Ebből az alkalomból készült a beszélgetés stúdiónkban. De mielőtt megszólalna az író Ferdinándi György, néhány életrajzi adat. Ferdinándi György 1935-ben született Budapesten. Az 1956-os forradalom után hagyta el Magyarországot, egyetemi tanulmányait Franciaországban végezte. A Strasbourgi Egyetemen szerzett bölcsész doktori diplomát. Több évet töltött Spanyolországban, s immár hosszú ideje a trópusokon él. Írásai 1958 óta jelennek meg rendszeresen. Külföldön lett magyar író, jobban mondva három nyelv mestere, magyarul 5 kötete jelent meg, valamennyi itt nyugaton, franciául 8 könyve jelent meg, és pedig rangos kiadóknál munkásságát 4 alkalommal jutalmazták francia irodalmi díjjal. Válogatott elbeszéléseinek kötete spanyolul jelent meg, s a Portorikói Egyetemen spanyolul tanít irodalmat. De mielőtt a többnyelvűség szövevényére térnék rá, arról kérdezem Ferdinándi Györgyöt, hogy az utazási kedvnek, ennek a gyakori helyváltoztatásnak van-e magyarázata? Van-e valami különleges oka? Kezdetben természetesen öröm volt, lelkesedés volt utazni. Ez a lelkesedés néhány évig eltartott. Azután később már inkább kényszer volt, hiszen Franciaországból már kényszerből mentem tovább Portorikóba, mert egyetemi állást nem volt olyan könnyű találni. Most már ez a kényszer nincsen meg, de már a lelkesedés sincsen tulajdonképpen. Most már csak szokásból utazik az ember tovább. Európát elhagyni nagyon nehéz, európai embernek szinte lehetetlen. Ez a visszajárás Európában, ez már tulajdonképpen csak egy ilyen szokás, ami valószínűleg azután meg is marad véglegesen. És gondolod, hogy véglegesen esetleg itt fogsz Európában letelepedni? Hát nyugdíjazásom után mindenféleképpen természetesen. És melyik országot választod? Nem tudom még. Végeredményben, ha az ember ennyire távol él Európától, a trópusokon, amerikai környezetben, akkor Európa tényleg Eurázsiának egy ilyen kis félszigetévé válik, és végeredményben nincsenek nagy különbségek az európai országok között. Tulajdonképpen az az érzésem, hogy hát nagyjából mindegy, hogy hová jön vissza az ember Európába. Portorikói kollégáim, európaiak visszajönnek mind, ki Londonba jön, ki Münchenbe, vannak, akik Magyarországra mennek haza a nyugdíjazásuk után, tulajdonképpen lényegtelennek tűnik. A nyelvi szövevényről hogyan lehetséges az, hogy valaki tulajdonképpen három nyelv mestere lehet? Itt külföldön váltál magyar íróvá is, de ezzel egy időben francia íróvá. Mi ennek a szövevénynek a kibogozhatósága? Mi az, ami emögött, a szövevény mögött van? Van egy majdnem gyerekkori emlékem, mindig francia író szerettem volna lenni. Talán azért, mert a háború után, mikor vitték az éhes pesti gyerekeket Belgiumba, én is kikerültem 8 hónapra, és valószínűleg ebből az időből maradt meg bennem. Nagyon komikus dolog volt, hiszen Budapesten autóbuszkalauz voltam, és mindig is megmondtam, hogy én francia író akarok lenni Párizsban. És tudtál ezen franciául? Azt a keveset, amit 8 hónap alatt Belgiumban megtanultam. Annyit tudtam. Ki is nevettek érte persze éppen eleget. Ragaszkodtam hozzá, és mikor kikerültem Franciaországba, tulajdonképpen azonnal megpróbáltam franciául írni. Azonnal. Ez az első években úgy nézett ki, hogy megy is. Az első könyvemet tényleg franciául írtam. De ez volt az utolsó, amit franciául írtam. A közben kiderült, hogy nem olyan könnyű a dolog. Hogy a francia nyelv mindig is csak tanult nyelv lesz. Hogy csak felszínen tudok maradni.
amint komolyabban meg akarok fogalmazni valamit, vissza kell térni a magyarhoz, magyarul kell fölvázolnom magamnak ahhoz, hogy franciául meg tudjam írni. És így lassan azt lehet mondani, 5-6 év alatt, miközben francia író lettem, közben jöttem rá, hogy vissza kell térnem a magyarhoz, és vissza is tértem. Úgyhogy első francia könyvemet leszámítva, ami 60-ban jelent meg, azóta is rendszeresen magyarul írok, és magyarul tanulok, hiszen végeredményben az ember, azt hiszem, holtáig tanulnia kell az anyanyelvét. És a magyar nyelven megfogalmazott műveid tulajdonképpen francia vagy spanyol fordítást jelentenek, vagy én magam, átfogalmazást is jelent? Én magam lefordítom szabadon franciára vagy spanyolra. Ezek fordítások, de azt is lehet mondani, hogy újraírás végeredményben, hiszen nem lehet görcsösen ragaszkodnom a magyarhoz. Nagyon sokszor újraírom, azt lehet mondani, másodszorra franciául, harmadszorra spanyolul. És akkor, amikor fogalmazod, amikor a fordítás készül, ez a szabad fordítás készül, akkor magyarul gondolkodol még mindig, a magyar gondolatmenetet próbálod áttenni, vagy pedig már franciául, illetve spanyolul? Próbálom áttenni a magyart, teljesen sikertelenül, de próbálom. Úgyhogy van mindig egy első változat, ami nagyon rossz, ami ugyan hibátlan francia nyelven van megírva, de majdnem értelmetlen egy francia számára, mert még magyar szöveg. Mert még a magyar gondolkodás mód van mögötte. Igen. És melyik nyelvre könnyebb fordítani írásaidat, a franciára vagy spanyolra? Spanyolra sokkal könnyebb. Sajnálom is, hogy a spanyol csak harmadik nyelvnek futott be, mert könnyebb lett volna spanyolul valószínűleg, hiszen nem tudom pontosan, hogy miért, de valószínűleg a spanyol nyelv szelleme közelebb áll a magyarhoz. Már csak terjedelemben is egy rövid, szoros magyar szöveg ugyanolyan röviden és szorosan leadható meg spanyolul. A francia nyelvvel nem ez a helyzet. A francia nyelvben meg kell magyarázni mindent. A franciák rendkívül világosak, és amit nem értenek, ahhoz azt bekezdésekben kell megmagyarázni. Külön bekezdésekben kell megmagyarázni. Van ennek valamilyen magyarázata, hogy miért a spanyol ilyen közeli a magyar nyelvhez ebből a szempontból? Gondolkodás módbeli azonosságról is szó lehet? Nem tudom. Én ezt egyszerűen azzal magyarázom, hogy hasonló a nyelv szelleme a magyar nyelvéhez. Talán néha arra is gondoltam, hogy hát agrárországok lévén eredetileg a spanyolok még ma is, és valószínűleg paraszti észjárásuk hasonlít a magyaros észjáráshoz. Hiszen ha magyarból franciára fordít az ember, akkor állandóan valamiféle nehézkességet kell legyőznie. Ez nem létezik, amikor spanyolra fordít az ember, azonnal megtalálja a megfelelő rövid, tömör és ugyancsak nehézkes formákat. És ha szabad megkérdenem, hogyan lehetséges, hogy végeredményben a kiadási lehetőségeit spanyolul is és franciául is sokkal könnyebbek, mint magyarul, hogy mégis írsz magyarul, mégis publikálsz magyarul, mégis jelennek meg műveid magyarul? Már említettem, hogy visszatértem a magyar nyelvű írásra végérvényesen, és el kellett döntenem, hogy ez azt jelenti, hogy magyar író vagyok, és végeredményben következetesen végig kell vinni ezt a szerepet, és ez azt jelenti, hogy magyarul kell megjelentetni a könyveimet, hiszen most, hogy 3 nyelven írok, most látom, hogy végeredményben magyarul mindig, minden esetben jobbak az írásaim, mint a francia vagy pedig a spanyol változatok. Nincsen más megoldás, magyarul kell írni. Most végeredményben 25 év után már azt lehet mondani, hogy már nem is olyan fontos nekem, hogy megjelenik-e spanyolul vagy franciául. Persze megjelenik, mert a francia kiadóm és a spanyol kiadóm követelik rajtam a kéziratokat, és várják, ezért megjelenik. De ha nem követelnék rajtam és nem várnák, tulajdonképpen nem is ragaszkodnék már hozzá annyira. Sokan azt mondják és azt hiszik, hogy külföldön valaki megmaradhat magyar költőnek, de magyar prózaírónak kevésbé. Gondolod, hogy ez igaz? Hogy sokkal nehezebb prózaírónak megmaradni a beszélt nyelvi környezet Igen, hiányában? Ez valószínűleg igaz, ez biztosan igaz.
egyik legnagyobb problémám, hogy nincsen kivel beszéljek magyarul Portorikóban. És végeredményben azt a nyelvet beszélem, amit 25 évvel ezelőtt beszéltem Magyarországon. A beszélt nyelv változik. A prózaírónak valószínűleg benne kell élnie az élő, változó nyelvben. Hogyan oldja meg ezt az ember? Hát olvasom a hazai újságokat rendszeresen. Ez valami. Az ember a hazuról érkezőkkel beszélget. Néha érkezik egy-egy nagymama, egy-egy nagyapa valamelyik portorikói magyar családhoz. Ezeket kisajátítom magamnak, ezeket én vallatom. A családjuk úgyis hamar megunja őket, én nem unom meg őket végeredményben, velem töltik a vakációjukat, így próbálkozik az ember. Ezek nagyon keserves dolgok végeredményben, és azt hiszem, hogy valóban egy prózaírónak sokkal nehezebb. A költői nyelv végeredményben absztrakt, és az ember tanulhatja. Azt hiszem, hogy a köznyelv, a köznapi nyelvet nem lehet így tanulni. Egyik kritikusod nem is rossz indulatúan megjegyezte, egyik magyar kritikusod, hogy szűk az az élmény anyag, amivel dolgozol. Vagyis ez kizárólag az 50-es évek Magyarországából jön. Gondolod, hogy igazságos ez a megjegyzés? Azt hiszem, hogy akkor igaz volt, ez már régebben történt, emlékszem, talán 10-15 évvel ezelőtt volt ez a megjegyzés. Fogyó emlékeimről beszélt ez a kritikus. És azt hiszem, hogy akkor igaza volt, de azóta, hát megváltozott a helyzet, múlnak az évek. Van a trópusokon egy növény, úgy hívják Palo de Agua. Vízi vesszőnek lehetne magyarul mondani. Ennek az a tulajdonsága, hogy beleteszed egy lavor vízbe, és mind a két végén elkezd növekedni. Tehát nem úgy van, hogy az egyik végén gyökér lesz, és a másik végén levelek, hanem mind a két végén kinő. Ez valahogy így van az én emlékeimmel is, hogy nem csak új élményekben gazdagodom, hanem tulajdonképpen az a múlt is, ami úgy nézett ki, hogy szegényes 20-25 évvel ezelőtt egyre gazdagabbá válik, ahogy az embernek a gyerekkora és a fiatalsága egyre fontosabb lesz az évek folyamán. Irodalmi katedráról látod az irodalmat, a próza irodalmat is. Ebből a kilátóból milyennek ítéled az új lehetőségeit a prózának, a szép prózának? Vannak új lehetőségei, sokan a próza válságáról beszélnek. Ez egy nagyon nagy kérdés és nehéz kérdés. Részemről rendszeresen írok dokumentumokat, és nagyon sok fantáziát látok a dokumentumban, mint irodalmi műfajban. Dokumentumon azt értem, hogy elbeszéltetem valakivel, vagy többekkel egy ugyanazon családból, vagy egy és ugyanazon környezetből többekkel elbeszéltetem az életüket, vagy az életüknek egy eseményét, vagy periódusát. Ezeket a dokumentumokat rendszeresen csinálom, és lassan kiderült, hogy végeredményben ez alkotó munka. Ez igaz, hogy az alkotásban részt vesz az alany is, de végeredményben a mesét én szabdalom fel részekre, én állapítom meg, mit hagyok meg benne, mit hagyok ki. Végeredményben módosítom is részben, és több ilyen dokumentumot írtam már, meg is jelentek, franciául jelennek meg. Egy magyarországi cigánylány is elmondta nekem az életét, megjelent Franciaországban, sikere volt. Most egy portorikói öreg magyar asszony, aki 80 éves korában került ki a trópusokra, Pest-Szentlőrincről, mondta el nekem az életét. Azt hiszem, hogy ezeknek a dokumentumoknak legalábbis annyiban van érdekességük és úgy jellegük, hogy az ember megtanul másokkal foglalkozni, és nem saját magával, mert valószínűleg ez az egyik buktatója és betegsége a mai modern prózának, hogy az író kizárólag csak és egyre inkább önmagával foglalkozik. Nekem ez a módszerem, így próbálok megszökni. Az egyik igen kiváló angol kritikus, Anthony Burgess, egyik tanulmányában megjegyezte, hogy a próza megújulásának egyetlen reménye a költészet felől jöhet. Tehát tulajdonképpen valami fajta költői nyelvnek kell átalakulnia ahhoz, hogy a próza valóban megújulhasson, és valami
újat hozhasson. Mit gondolsz erről a szentenciáról? Gondolod, hogy ebben is lehet némi igazság? Azt hiszem, hogy ez így van. Anélkül, hogy én magam észrevettem volna, tulajdonképpen én is költői, idézőjelben költői prózát írtam mindig is. Erre a kritikusok hívták fel a figyelmemet, én nem tudtam. Mikor felhívták rá a figyelmemet, azt hittem, azért van, mert versekkel kezdtem gyerekkoromban, és ez maradt belőle. Később rájöttem, hogy nem, hát ennek tulajdonképpen nem ez az oka, hanem valószínűleg az, hogy nem érdemes másképpen prózát írni. Említetted az előbb, hogy egy cigány leány történetét megírtad, élettörténetét megírtad, különben is foglalkoztat a cigány kérdés. Emlékszem egy tanulmányodra a magyarországi cigány kérdésről. Mennyiben modern vagy hozzád közel álló a kérdés? Igen, a portorikóiak végeredményben az én cigányaim. Portorikóiak Amerika cigányai, mondjuk úgy, és amikor én felfedeztem őket, hát hiszen még fizikailag, még külsőre is tulajdonképpen ők igazán Amerika cigányai. Én megszerettem őket, 17 éve tanítom ezt a fiatalságot, és mikor visszakerültem Magyarországra, hát ez talán furcsán hangzik, egészen más szemmel néztem a magyarországi cigányságot. Valahogyan ez úgy... Ez mikor volt, hogy visszatértél Magyarországra? 67-ben először, 11 év szünet után, és azután gyakrabban. És innen ered valószínűleg a rokon szemem a cigányság iránt. Sok olyan magatartás formát találtam otthon Magyarországon, ami nagyon hasonlít az amerikaiak magatartás formáira a portorikóiakkal szemben, és cigánypárti lettem. Gondolod, hogy ennek talán szerepe lehet, vagy ebben szerepe lehet annak is, hogy te magad is kívülálló vagy? Szóval itt van valami ilyen kapcsolat is, végelemben mélyebb kapcsolat, hogy a kívülállókhoz vonzódol, mint kívülálló. Igen, ez egészen biztosan ez is van, igen. A cigányok egyébként nagyon nyíltan fogadtak. Megismerkedtem cigányírókkal, költőkkel, ők kerestek nekem alanyokat könyvemhez. Vésztő mellett éltem 3 hétig a cigány Párizs nevű faluban, és nagyon jó emlékeim vannak róluk. Könyvem hősnőjét, mikor megjelent Franciaországban, hát ez talán festői részlet, kiadóm meghívta, és egy hónapot töltött Párizsban ez a kis cigánylány, aki népviseletben érkezett meg a Gare de l'Estre, és így ismertem meg a párizsi cigányságot, akikről nem is tudtam, és akik ugyancsak elég nagy népcsoport itt Párizsban, és akik szeretettel fogadták ezt a kislányt, aki előadásokat tartott nekik a magyarországi cigányok helyzetéről. Érdekes módon a magyarországi cigányok lehetőségeit sokkal előnyösebbenek ítélte meg, mint az itt élő cigányok helyzetét. Lehetőségeit. Az itt élők? Igen, mint a Franciaországban élők. Franciaországiakért. Az analfabetizmus itt például még Franciaországban még egészen általános, míg hát Magyarországon tulajdonképpen a körülményekhez képest igyekeznek megszüntetni. Ismerője vagy, jó ismerője vagy a külföldi prózának, külföldi magyar irodalomnak? Szerkeszteni készülsz egy antológiát. A protestáns Szabad Egyetem készül kiadni egy nyugati magyar prózaírók antológiáját. Hogyan látod te a nyugati magyar próza szerepét, jelentőségét? Többen mondták, maga a kiadó is azzal kezdte ezt a beszélgetést, hogy nyugaton inkább csak magyar költészet van, és hogy tulajdonképpen prózai antológiát csinálni könnyű lesz, alig vannak. Rövid utána nézés után már látom, hogy ez nem így van. Tulajdonképpen sokkal több prózaírónk él nyugaton, mint költő. A költők erősebben kötődnek az anyanyelvhez, többet szerepelnek, antológiáik is jelentek már meg, hiszen több költői antológiánk volt már. A prózaírók kevésbé, különböző okokból, hiszen ezt most hirtelen sorolom csak így felkapásból, a prózaírókban mindig megvolt az a vágy, hogy hát más világnyelven is közöljék
a műveiket, és ezért már ezért egy kicsit kevésbé kötöttek a magyar környezethez. Az is volt, hogy a prózaírók úgy érezték, hogy elsősorban Magyarországról, a forrásból kell szerezni adataikat és olvasmányaikat és emberi kapcsolataikat, és nem annyira egymás között, hiszen egymást nem tudjuk gazdagítani, legalábbis nyelvileg egymás között. Lényeg az, hogy kiderült, közel 100 említésre méltó prózaíró él nyugaton. Természetesen vannak közöttük bestseller, sikerírók, szép számmal. Vannak közöttük, akiknek nem jelent meg soha kötetük, csak itt-ott egy-egy novellájuk. De végeredményben egy rendkívül tehetséges és izmos társaság egészen új hangot jelentenek a magyar prózában. Egész biztos vagyok benne, hogy amikor ez az antológia meg fog jelenni, akkor sokan rá fognak jönni Magyarországon, hogy mennyire gazdagítja a magyar irodalmat, és mennyire tágítja a magyar próza lehetőségeit ez a külföldi ág, azzal, hogy végeredményben az angol, a francia, a spanyol, vagy más nyugati kultúrákon belül, és ezen nyelvek mellett művelik ezek a prózaírók a magyar nyelvű írást. Magyarországon nem publikáltál semmit, nem szándékozol publikálni, vagy ők nem szándékoznak téged publikálni? Én mindig szerettem volna, hogy publikáljanak, de az igazság az, hogy soha nem tettem ennek az érdekében semmit. Tulajdonképpen magam sem tudom, hogy miért nem tettem semmit. Lehetséges, hogy azért, mert a francia és a spanyol kiadomtól megszoktam, hogy inkább ők jelentkeznek, mint én. Lehetséges, hogy egész egyszerűen ezért. És végül szabad megkérdenem, hogy milyen terveid vannak, írói terveid, készülő munkád? Van egy Mamut temető című, kicsit ironikus cím végeredményben, talán nem is egészen jó indulatú című kötetem készülőben. Öreg magyarok mesélik el az életüket a trópusokon, a kis trópusi szigeteken kallódó, egészen elmagányosodott öreg magyarok mesélik el az életüket. Sok van ilyen? Talán nincsenek sokan, de nekem sikerült felfedeznem fél tucatot körülbelül, és rendkívül érdekes életekkel kerültem így kapcsolatban. Például, hogy csak egy példát mondjak, Tito Marshall egy fiatalkori barátját találtam meg, akivel éveken keresztül együtt dolgoztak és együtt éltek, aki hát más irányban, rossz irányban fejlődött, akiből Trujillo, a dominikai diktátor tábornoka lett. Ő készítette a fegyvergyárat, és öreg korára még a fiatal lányokat is ő szerezte Trujillónak. Egy hosszadalmas lecsúszás története ez végeredményben, de egy olyan lecsúszás, amiben nincsenek nagy tévedések. Helyes, csak sok apró kisiklás, ami lassan oda vezet, hogy ebből az emberből egy dél-amerikai diktátor kerítője lesz. De a nevét nem mondtad meg ennek a furcsa karrierű illetőnek? Hát azt hiszem, most már nem titok, nemrég halt meg torokrákban Szabó bácsi, aki Puerto Ricóban Trujillo a diktátor halála után fűszeres volt egészen haláláig. A kötet címére ez is talán érdekes. Arra gondoltam, hogy Titótól Trujillóig lesz az a cím, amiben hát van valami sikerkereső szándék természetesen, de magában a szövegben ez nincsen. Maga a szöveg rendkívül finom és óvatos kell, hogy legyen, hiszen végeredményben bár lecsúszott emberről van szó, annyira észrevétlen és lassú az ő lecsúszása, és inkább a tétovasságából és az elhatározások hiányából fakad ez a lecsúszás, mint a téves elhatározásokból. Azt hiszem, hogy most, mikor be fogom fejezni ezt a könyvet, ez számomra is rendkívül tanulságos lesz. És tervezed ennek francia vagy spanyol változatát is megírni? Igen, tervezem, azonnal meg fogom csinálni franciául is, hiszen magyar kiadóm nincsen rá, és hogy mikor lesz, azt nem tudom. A francia kiadó viszont már is számít rá. Ferdinándi György, sok sikert kívánok munkáidhoz, és köszönöm szépen a beszélgetést.